Szembenállás. Tartja a hadi állapotot a kormány és az elnöki hivatal. Egyelőre állóharcnak tűnik, és nem tudni, meddig tart. Nem kampány. Egyre szélesebb rétegeket ér el, a slam poetrit is bevetik. Köszöntöm Önöket a híradóban! A legfelső védelmi tanács ülésén találkozott Klaus Johannis államfő a kormány több miniszterével, valamint Vio Ricarden Csilla miniszterelnökkel. Utóbbi abban reménykedett, hogy sikerül megvitatni az elnökkel a két miniszter késlekedő kinevezését, azonban a testület napirendjén egészen más témák szerepeltek. Először ült egy asztalhoz Klaus Johannis államelnök és Vio Ricarden Csilla miniszterelnök azóta, hogy az elnök úgy fogalmazott, ez a hölgy nem érti, hogyan működik az állam, és hogy egyszer sem fordult hozzá, hogy megbeszéljék a miniszterek kinevezésének kérdését. A miniszterelnök ezért az ülés előtti nyilatkozatában késznek mutatkozott az együttműködésre. Ha az elnök úr hajlandó lesz tárgyalni a két miniszter kinevezéséről, teljes mértékben nyitott vagyok erre, ahogy mindig is voltam. Ha nem, hát nem. Akkor viszont meg kell várnunk az Alkotmánybíróság döntését, mert látom, hogy az elnök úr nem akar egyetlen kinevezés sem aláírni a döntés megszületése előtt. Bár az is lehet, hogy pontosan tudta, nem a legfelső védelmi tanács ülése a legalkalmasabb a hasonló témák megvitatására, csak jelezni akarta, hogy kizárólag Johannis terheli a felelősség, ha a két fontos minisztérium élére nem kerül időbe döntőképes személy. A legfelső védelmi tanács napirendjén egyébként a román hadsereg felszerelési programjának elfogadása, a 2019-re engedélyezett nemzetközi bevetések elfogadásának kérdése, valamint titkos szolgálati kérdések szerepeltek. A legfelső védelmi tanács ülését egyébként 4 óra után felfüggesztették, a napirendi pontokra jövő héten visszatérnek. És továbbra is a palota csata a téma, a telefonnál Puskás Bálint volt alkotmánybíró. Jó estét kívánok! Kedvét sokkolom, jó estét kívánok! A Katocsani és a Viktória palota közötti egymásnak feszülés nem először kerül a taláros testület elé. Lehet látni a végeredményét a mostani ügynek, vagy még egyszerűbben kinek van igaza? Hát az elnöki hivatal és a kormány közötti nézeteltérések nagyon gyakoriak. A mostanihoz hasonló kinevezést megtagadó, illetve visszahívást nem elfogadó konfliktus már volt. Itt megemlíteném például a Norica Nikolai esetét, amikor az akkori elnök Traian Băsescu megtagadta a miniszter kinevezését, illetve a nemrég történt esetet Laura Codruța Kövesi esetében, amikor a jelenlegi elnök nem hagyta jóvá a korrupciós ellenes ügyészség főügyészi tisztségében való visszahívását Kövesinek. Az Alkotmánybíróság az első esetben többségi szavazattal, nekem külön véleményem volt, azt mondta, hogy az elnöknek joga van egyszer indokoltan visszautasítani a miniszteri jelölést. A visszahívásnál a Codruța esetében pedig kötelezte az elnököt, hogy ejtse meg a főügyész visszahívását. Tehát joggyakorlat létezik. A mostani esetben is szerintem a döntés az kell legyen, hogy ki kell nevezni a minisztereket, és vissza kell hívni a lemondott minisztereket. Hogy kinek van igaza? Hát sajnos csak részigazságok vannak mindkét oldalon. A cél mindkét oldalon sajnos az, hogy el lehetetlenítsék a másik oldalt. Sokak szerint az államfő, aki az alkotmány őre, igazából kiskapukat keres és talál az önös politikai érdekeinek érvényesítéséhez. Hibáztatható-e emiatt az államfő, vagy inkább az alkotmány hiányossága, hogy ezt lehetővé teszi? Ahogy már említettem, az elnök politikai meggondolásokból előrteti az alkotmány értelmezését. Kihasználom, hogy az alkotmány sajnos nem fogalmaz egyértelműen, értelmezhető, nem tartalmaz határidőket, és vannak tényleg kiskapuk. Ezeket a kiskapukat használja ki az elnök is, és a kormány is. Tehát szerintem az elnök is hibás, és a kormány is hibás. Azt keresik, hogy hogy tudják egymás tevékenységét gátolni. Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. Köszönöm. Elsöprő többséggel támogatta az Európai Parlament egy mai szavazáson a Stanisev jelentés elfogadását, amelyet a bolgár néppárti EP képviselő állított össze arról, hogy Románia és Bulgária teljes mértékben teljesítette a schengeni csatlakozás követelményeit. A jelentés elfogadását 514 képviselő támogatta, 107-en szavaztak ellene. A
A jelentés elfogadása gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Európai Parlament támogatja a két ország felvételét a szabadforgalmi övezetbe. Az Európai Törvényhozó Testület az utóbbi években többször megerősítette, hogy támogatja a két ország felvételét. Hasonlóan foglalt állást az Európai Bizottság is. A Parlament Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Szakbizottsága azt javasolta az uniós tagállamoknak, mielőbb hagyják jóvá ők is Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. Ennek halogatása ugyanis kedvezőtlen következményekkel jár mind a két érintett ország, mint pedig az Európai Unió számára. A végső döntés viszont a tagállamok legfelső vezetőit tömörítő Európai Tanács hatásköre, a határozatnak pedig egyöntetűnek kell lennie. Ha egyetlen tagállam is ellenzi, a csatlakozás nem történhet meg. Az utóbbi években Hollandia következetesen megakadályozta a két ország felvételét a schengeni övezetbe. A klímaváltozás várható gazdasági és társadalmi hatásairól tanácskoztak a határmenti román és magyar települések a magyarországi Tamási pusztán. A résztvevők két szándéknyilatkozatot is aláírtak, ezeket eljutatják az Európai Bizottsághoz. 18 magyarországi és 15 Bihar megyei önkormányzat vezetője, parlamenti képviselők és egyetemi oktatók részvételével nemzetközi konferenciát tartott az Európa Kapu Európai Területi Társulás. Mivel a térség legfőbb gazdasági ágazata a mezőgazdaság és az állattenyésztés, ezért a 2012-ben megalakult társulás célja felhívni a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire és cselekvésre sarkalni a közélet szereplőit. A társulás keretei megengedik azt egyébként, hogy önkormányzati gazdasági társulások és minisztériumok is legyenek tagjai a társulásnak. Tehát egy erős szervezet, ami arra jött létre, hogy a határok által széllyel szakított térségeket, amelyek korábban együttműködtek, újra összehozza, és a gazdasági társadalmi együttműködést segítse. A konferencián résztvevők az előadások során bepillantást nyerhettek a klímaváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás agrotechnikai lehetőségeibe, valamint a romániai klímaváltozás mezőgazdasági és erdészeti szektorra vonatkozó stratégiai prioritásaiba. Én úgy vélem, hogy a létező projekteket azokat meg kell valósítani, feltétlenül a határmenti tervek, projektek megvalósításában is lemaradások észlelhetőek. Azt várom tehát ettől a konferenciától, hogy az itt jelenlévő polgármesterek, a megyei tanácselnökök, a megyei önkormányzatok elnökei a határ mindkét oldalán olyan irányba lépjenek, hogy felgyorsítsák az Európai Uniós alapok felhasználását, hiszen ez nem jelent egyebet, mint jólétet a közösségeink számára. A konferencián a határmenti települések képviselői közös szándéknyilatkozatot írtak alá. Az egyik szándéknyilatkozat felhatalmazást ad az Európa Kapu Társulásnak, hogy olyan gazdaságfejlesztési programot állítson össze, amelynek az alapjai a határmenti klímastratégia. A másik szándéknyilatkozatban a jelenlévők közösen kérik az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg mindent a jogi akadálymentesítésért. Egyre több emberhez jut el az RMDS nőszervezete által indított NEM kampány üzenete. A cél, hogy felhívják a figyelmet arra, közösen kell fellépni a családon belüli erőszak megszüntetése érdekében. A kampány eredményeként több mint 40 szakembert képeztek ki az erőszak kérdés körében. Ők eddig több mint 6000 diákkal folytattak párbeszédet arról, hogy milyen formái vannak az erőszaknak, hangsúlyozva azt, hogy semmilyen formáját nem szabad elfogadni. Továbbá arra hívták fel a figyelmet, hogy az erőszak nem magánügy, hanem az egész közösség problémája, és éppen ezért mindenkinek tennie kell a megszüntetéséért. Célunk az, hogy több lehetőséget teremtve a párbeszédre, minél inkább hozzászoktassuk a közösséget ahhoz, hogy beszélni kell erről a jelenségről, hogy megoldásokat kell közösen keresni. A politikai érdekképviselet, a civil szervezetek, a szakemberek arra vonatkozóan, hogy minél kevesebb olyan családunk legyen, ahol az erőszak bármilyen formája felüti a fejét, vagy netalántán életünk vele járója. Romániában a felmérések azt mutatják, hogy minden 30 másodpercben megvernek egy nőt, és országos szinten a nők ellen elkövetett bűncselekmények között a családon belüli erőszak a leggyakoribb elhalálozási ok. Kolozsváron is bemutatta a Betonpárnák Slam Poetry-vel az erőszak ellen című előadását a NEST erdélyi összművészeti gyűjtőpont. Az előadás sorozatot a családon belüli erőszak elleni mozgalom keretében az RMDS nőszervezete kezdeményezte.
Nem a vérlátványat az itt el. Azt lassan megszoktad te is, megszokta anyád is, úgy, ahogy megszokta azt az összes feleség is, akiket valaha bántalmaztak. Összesen 14 erdélyi városba jut el az az előadás, amely egy nem szokványos művészeti ág a slam poetry eszközeivel próbálja felhívni a társadalom figyelmét egy olyan jelenségre, amely Romániában riasztó méreteket öltött, és továbbra is közönös iránta a társadalom. A családon belüli erőszaknak egyre több személy esik áldozatul, ráadásul elsöprő többségük nő. Erre hívják fel a figyelmet az előadás szereplői, akik valós vallomásokat, saját tapasztalatokat öntenek rögtönzött versekbe. Évente 200 nő hal meg a családon belüli erőszak áldozataként, és azért szerveztük meg a nők elleni erőszak elleni mozgalom keretében ezt a slam poetry turnét, mert szerettük volna felhívni az erdély magyar társadalom figyelmét erre a nagyon szörnyű jelenségre. És arra kérünk mindenkit, hogy segítsen nekünk abban, hogy állítsuk meg a nők elleni erőszakot. Az előadás sorozat címe a Betonpárnák is arra utal, hogy ezek a témák felhorzsolják a bőrt, feltépik az alattuk meglapuló sebeket. Kényelmetlenek és nem ismernek nyugodt éjszakákat. Ezért teszik fel a kérdést az előadók, hogy vajon mikor vagyunk képesek nemet mondani a családon belüli erőszakra, hol veszítjük el az irányítást, és ki segít abban, hogy kilépjünk. A válaszokat pedig közösen kell keressük. Fókuszban a hungarikumok, mutatjuk a híradó második felében. Hungarikumok, nemzeti értékeinket mutatták be Nagyváradon, debreceni termékek is voltak. Adomány, mintegy 4 tonna élelmiszer érkezett Magyarországról a rászorulóknak, az Ökumenikus Segélyszervezet Marosvásárhelyre hozta adományait. A mai visszapörgetőben 2012-ben lapozunk vissza, 6 évvel ezelőtt a rendszeres méhnyakrák szűrés fontosságára igyekeztünk felhívni a figyelmet. Az ingyenes szűrés lehetősége azóta is adott, egyre többen jelentkeznek a vizsgálatra, de még mindig magas a méhnyakrákban elhalálozók aránya. A méhnyakrák nehezen észrevehető, évekig lappangó betegség. Annak ellenére, hogy a felnőtt nők 80%-át érinti a betegség kialakulásának lehetősége, kevesen veszik komolyan a rendszeres szűrést. Naponta 9 nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal Romániában. Az esetek 66%-ánál azonban túl későn fedezik fel. A méhnyakrák lényegében panasz és tünetmentesen kifejlődő rosszindulatú daganatos betegség. Mire a tüneteket a beteg maga is észleli, a betegség már olyan előre haladott állapotban lehet, hogy a teljes gyógyulás szinte kizárt. Éppen ezért az éves szűrés nem csak lehetőség, hanem feladat is minden nő számára. A felnőtt nők 80%-a ugyanis életének valamelyik szakaszában megfertőződik humán papilloma vírussal. A megelőzés, illetve a korai felfedezés érdekében újabb ingyenes szűrésen vehetnek részt a 25 és 64 év közötti nők. Lényegében egy nőgyógyászati vizsgálatról van szó. A méhnyak nyálkahártyájából veszünk mintát, amit később egy lemezen vizsgálunk. A minta elszíneződéséből meg tudjuk állapítani, hogy vannak-e rákos sejtek a méhnyak körül. Országos szinten eddig 40 ezer nő élt a lehetőséggel. Leggyakrabban az ország nyugati felében élő nők vették igénybe az ingyenes szolgáltatást. Itt 20 ezer vizsgálatot végeztek. Az erdélyi megyékből eddig megközelítőleg 8 ezeren vettek részt a szűrésen. Legkevesebben az ország keleti részéről jelentkeztek. A vizsgálat csupán néhány percig tart, az eredményeket pedig néhány napon belül közlik. Küldőpapírért és további információért minden nőnek a családorvosát kell először megkeresnie. A román lakosság 70%-a sosem végzett vizsgálatot a hepatitis C vírus szűrésére. A Májbetegek Romániai Egyesülete az elmúlt 2 hónapban az egész országot lefedő közvéleménykutatást végzett, amelynek keretében a lakosság májbetegségekkel kapcsolatos magatartását vizsgálta. A részleteket Sárkány Szilárd kollégám ismerteti. Közvéleménykutatással mérték fel az ország lakosságát a májbetegségekre vonatkozóan. A megkérdezettek 70%-a azt válaszolta, hogy sosem vettek részt hepatitis C szűrésen, csupán 6%-a válaszolta azt, hogy ilyen tesztet végzett el az utóbbi évben. Akkor sem lépnek, ha szinte mindenki, mintegy 90%-uk tisztában van a hepatitis C vírus fertőzés súlyosságával.
Ami a kezelést illeti, mutatjuk az erre vonatkozó adatokat. Az Egészségügyi Minisztérium harmadik éve interferonmentes programot működtet a hepatitis C vírussal fertőzött betegek számára, ez lehetőséget ad az érintetteknek ingyenes kezelésre. Viszont a lakosság 70%-a nem tud erről a lehetőségről. Ilyen körülmények között a hepatitis C-vel diagnosztizált személyek 57%-a részesült az interferonmentes kezelésben, 36%-ukat az interferonos verzióval kezelték, és a maradék 7% pedig semmiféle kezelést nem kapott. Az információ hiány e tekintetben meglehetősen súlyos. A válaszadók fele nincs tudatában annak, hogy idéntől minden biztosított személy ingyenes tesztelésre jogosult. Az Egészségügyi Világszervezet célja, hogy 2030-ra a hepatitis C-vel fertőzött betegek 80%-át meggyógyítsák. A nyilvántartások szerint azonban Romániában körülbelül 600 ezer krónikus hepatitis C fertőzéses beteg él, és körülbelül 800 ezeren krónikus hepatitis B vírussal fertőzöttek. Tehát, ha a világszervezet célkitűzéséhez szeretnénk felzárkozni, akkor fontos lépéseket kell tennünk például a prevenció és a betegség szűrése terén. Az orvosi ellenőrzésekre nem csak akkor kellene jelentkezni, amikor az első tünetek jelentkeznek, hanem évi rutinná kell válniuk. A válaszadók többsége jól tudja, hogy a hepatitiszes fertőzések szövődménye a rák, viszont majdnem minden második megkérdezett nem tudja, hogy miképpen lehet megelőzni a hepatitiszes betegségeket, mint ahogy azt sem, hogy minél előbb kerül sor kezelésre, annál nagyobb az esély a szövődménymentes gyógyulásra. E tekintetben a fővárosi válaszadók sokkal jobban teljesítettek, itt 80%-uk jó választ adott. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a hepatitis B és C típusai több mint 300 millió embert érintenek, és mintegy 1,5 millió elhalálozást okoznak évente. Ennek oka, hogy az esetek 60%-ában a betegséget túl későn fedezik fel, illetve a betegek túl későn férnek hozzá a kezeléshez. A Hungarikumok és a Nemzeti Értékek népszerűsítése céljából Hungarikum napot szerveztek Nagyváradon. A bemutatók mellett szakmai előadásokat is tartottak, és a debreceni Hungarikumokat ünnepelték. Herendi porcelán, gyulai kolbász, egri bikavér, száztagú cigányzenekar, tiszai halászlé, olyan magyar értékek, amelyek az elmúlt években rászolgáltak a Hungarikum címre. 8 kategóriában 70 olyan érték van, amely kiérdemelte a magyarság csúcs teljesítménye elnevezést. Ezeknek a megkülönböztetésre érdemes értékeknek a megismertetésére és népszerűsítésére rendezték meg a Hungarikum napot a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. Úgy gondoltuk, hogy kellene egy olyan átfogó napot szervezni itt Nagyváradon, amely nap egészen a Hungarikumok jegyében zajlik. A teljesség igényével szerettünk volna a Hungarikumokkal foglalkozni. Nagy örömünkre az a minisztérium még az év elején kiírt egy pályázatot, mi erre pályáztunk, sikeresen nyertünk egy bizonyos összeget, és ebből sikerült a mai rendezvényt megvalósítani. A Hungarikumok különböző tárgyakon, nyomtatott képeken és pannókon való megtekintése mellett a nap folyamán az érdeklődők megnézhették a Debrecen és Hajdú-Bihar megye értékeit bemutató kiállítást is, de a Debreceni Értéktár bizottság munkáját és a civis értékeket is ismertették. A debreceni értéktár, ahogy mi nevezzük, a civis értéktár, rendkívül sokrétű. Van egyfajta érték meghatározottsága, amely a tudás és a hit együttes kezelésére, a hagyományok megőrzése, a maradandóság, az értékek maradandóságára és a nyitottságra, megújulásra alapszik egyszerre. Tehát ez a fajta hozzáállás, ez a fajta mentalitás, az a civis mentalitás, amire alapoztuk a debreceni értéktárnak a működését. A kiállítás egész decemberben megtekinthető lesz a Partiumi Keresztény Egyetemen, 2019. januárjától pedig a szervezők a környékbeli településekre és iskolákba viszik majd el a képeket, hogy minél többen megismerjék a magyarság nemzeti büszkeségét erősítő értékeket. Közel 4 tonna élelmiszer adomány érkezett Marosvásárhelyre. A Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet az előző évekhez hasonlóan idén is megajándékozza a Marosvásárhelyi idősek otthonának lakóit, illetve a Lázárénum Alapítvány által támogatott rászoruló gyerekeket. Az adományból 170 Maros megyei család is részesül.
2,5 millió forint értékű minőségi élelmiszerrel, ajándékokkal és ruhaneművel felpakolt dobozok érkeztek Budapestről Marosvásárhelyre. Az ökumenikus szervezet évente háromszor támogatja adományokkal a Lázárenm alapítványt. Lévai Anikó, a szervezet nagykövete legfontosabbnak azt az akciót tartja, amikor szeptember elején iskolakezdéskor tudnak segítséget nyújtani a rászoruló magyar gyerekeknek, de most is karácsony előtt olyan családokon próbálnak segíteni, akik mély szegénységben élnek. Elsősorban tartós élelmiszereket, ez ilyen egyen csomagok minden család megkapja, illetőleg a gyerekeknek személyre szólóan, most persze van édesség, egy kis játék vagy ruhanemű. A karácsonyi adományból idén több, mint 1000 erdélyi, valamint moldvai csángó magyar is részesül. Az idei akciónkat kibővítettük, csángó területtel is volt olyan adományozó, aki jelezte, hogy ő szívesen támogatna bennünket, hogyha mi ezt meg tudnánk valósítani, és hát ez sikerült is. Olyan élelmiszermennyiséget hoztunk, amit bizonyosan egy-egy család nem néhány nap alatt fog felhasználni, hanem akár egy-két hónapig is ki fog tartani. Fülöp G. Dénesné Suba Ilona, a Lázárenm alapítvány vezetője elmondta, hogy adományokra igen nagy szükség van. Az alapítvány által működtetett Lídia gyerek otthonban és az utca gyerekekkel foglalkozó pici házban nehéz sorsú gyerekek vannak, 53-an laknak az idősek otthonában, és 150 rászoruló család is van a nyilvántartásukban. Vannak olyan 6 és 8 gyerekes családok, akiknek nincs téli tüzelőjük, vagy éppen most lakoltatták ki őket. Legalább meg tudjuk szólítani őket, oda tudunk menni, megfogjuk a kezüket. Egyszerűen ezek az emberek a társadalom teljes perifériájára szorultak. Legtöbbször a falu is lenézi őket, vagy kinézi, ismerjük a lelkiségünket, hogy milyenek tudunk lenni. Éppen ezért az Ökumenikus Segélyszervezet minden évben meghirdeti a Szeretetészség című országos adventi pénzadomány gyűjtését. Vereséget szenvedett a Sepsi USK, sporthírekkel folytatjuk. Győzelemmel zárta az évet a csíkszeredai Imperial Vet teremlabdarúgó csapata, amely hazai pályán visszavágott a Dunarjákkal Rás együttesének az első fordulóban elszenvedett 5-6-os vereségért. Az Erős Zsolt sportcsarnokban 4-2-re nyert Kosz-Mingermán edző csapata, miután az idő legnagyobb részében uralta a találkozót. Igaz, a csíkiak vezető gólja után a vendégek két gyors ellentámadásból fordítani tudtak, de a második félidőben már csak az Imperial Vet szerzett gólokat. Az utolsó 3 percben 4-2-es állásnál a vendégek lehozták a kapust is az egyenlítés reményében, de az eredmény már nem változott. A győzelemmel a csíkszeredai csapat feljött a 3. helyre, megelőzve a bajnok temesvári Informatikát, amely hazai pályán 1-4-re kikapott a dévai Auto Bergamótól. Brassóban rendezik 2019. április 1-e és 7-e között a női jégkorong világbajnokság divízió 2/B értékcsoportjának mérkőzéseit. A házigazda Romániának Tajvan, Horvátország, Izland, Új-Zéland és Törökország lesz az ellenfele. A válogatottat a belföldi bajnokságban szereplő 3 csapat, a Csíkszeredai Sportklub, a Gyergyói Hoki Klub és a Bukaresti Triumf játékosaiból állítják össze. Váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a Sepsi OSK első ligás labdarúgó csapata, amelyet az FC Botó Sán győzött le 1-0-ra a Szemerja negyedi stadionban. A vereség következtében veszélybe került a háromszékiek helye a felsőházban. Többen is felhívták a figyelmet a mérkőzés előtt, hogy a csütörtöki Fécsi CB elleni siker után nehéz lesz rendet rakni a sepsi-szentgyörgyi játékosok fejében, és félelmükbe igazolódott. Nem kezdte jól a meccset a Sepsi OSK, és az első félidőben egy védelmi figyelmetlenséget követően kapott gól után már képtelen volt a fordításra. Féltem, mert ugyanebben a helyzetben voltunk a kostancai mérkőzés után, ahol behúztuk egy nagyon jó játék után. Hazajöttünk, és úgymondva nem tudtunk rákoncentrálni a következő mérkőzésre. Ugyanezt történt, ugye megvertük a Fecse Szebét, a játékosok a fellegekbe jártak, és sajnos a mai mérkőzésre nem tudtunk oda koncentrálni, oda figyelni. Pedig lehetőség lett volna a gólszerzésre, nem is egy, néhány esetben pedig nehezebb volt kiadni, mint berugni. A legnagyobbat Tándia szalasztott el, aki 5 méterről teljesen zavartalanul sem tudta eltalálni fejjel a kaput. Eugenia Goyi edző azért neheztelt a játékosaira, mert gyengén kezdték a meccset, aztán úgy vélte, szünet után rendbe jött a játék, ám a helyzet kihasználás nem működött.
Legalább három helyzetünk volt egyedül a kapussal, ha nem négy, ám sajnos nem tudtuk ezeket értékesíteni. Az első hazai meccs és az egyetlen, amelyen nem sikerült gólt szerezni. De ismétlem, nagyon sok helyzetünk volt a második fél időben. Az ellenfél csak ritkán lépte át a felező vonalat. A Fecsi CB elleni után a fiatal rus Adrián ezen a meccsen is benne volt a kezdőcsapatban, ahol egyre inkább helyet követel. Ha középhátvédként már foglalt a hely, noha ez lenne az alapképzettsége, védekező középpályásként számít rá a csapat edzője. Nem rajta múlt ugyan, de ő maga sem volt túl boldog a meccs után. Nem is tudom, mit mondjak, volt, nagyon sok helyzetünk volt, nekik egy helyzetük volt és gól lett. Nekünk minimum 7 helyzet volt, és nem sikerült berúgni. Tudtunk, hogy egy nagyon nehéz meccs lesz, de hát ennyi volt benne. A Sepsi OSK a következő fordulóban Kölörásra utazik, ahol most már gyakorlatilag kötelező lenne a győzelem ahhoz, hogy reális esély maradjon a felsőházba jutásra. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!